korábban már beszámoltunk a tanyagondoki szolgálattal kapcsolatos bővítésről, amely bővítés most újabb fázisba lépett. Hol tartunk most ebben a folyamatban? A város képviselői testülete úgy döntött javaslatomra, hogy kibővíti a tanyagondoki szolgálatot további 3 területtel. Ez azt jelenti, hogy az Ürgehegy területén kívül további szolgáltatást nyújtunk a Szarvashegy, Kutyahegy és az Öreghegyen is. Ehhez kapcsolódott egy hivatalos engedélyeztetési eljárás is. Az eljárás most fejeződött be, és a Családsegítő Központ megkapta a működési engedélyt ezekre a területekre is. Kik és milyen szolgáltatásokat vehetnek igénybe? Azt nagyon fontos tudni, hogy bárki igénybe veheti a szolgáltatásokat, még rászorultsági alapot se kell igazolni. Az alábbi szolgáltatások tartoznak ide. Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, gyógyszerkiváltás, szociális információt ad önkormányzati egészségügyi ellátáshoz, és egyéb hivatalos ügyekben is segít a Családsegítő Szolgálat. Az eljárásnak köszönhetően tehát az összes biatorbágyi szőlőhegyet el tudja látni a szolgálat. A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében az üdülő övezetekre azért nem terjed ki a szolgáltatás, mivel azok 400 fő feletti lakosságszámmal rendelkeznek. A szolgálat célja, hogy hosszú távú segítséget nyújtson a külterületeken élőknek a mindennapokban és abban, hogy még szorosabban be tudjanak kapcsolódni a város életébe.